Jó estét kívánok! Köszöntöm a Tó TV Napvilág című műsorának valamennyi nézőjét. Lássuk mai hírösszefoglalónk eseményeit röviden. Sajtótájékoztató a hal, vad, bor és pálinka jegyében Budapesten. Hosszú testületi ülés nagy döntéssel Velencén. Új vezető a Gárdonyi Kistérségi Irodában. Gyakorlatok lúdtalpas óvodásoknak a Gárdon. Mi szemszájnak ingere. 4 napig tartó majális lesz az első agárdi hal, vad, pálinka és bor fesztivál. A programról a szervezők Budapesten tartottak sajtótájékoztatót. Hal, vad, pálinka és borfesztiválra készül Gárdonyváros május 1 és 4-e között. A hagyományteremtő nagyszabású rendezvényre Szénási Tünde, a fesztivál sajtófőnöke és Tóth István polgármester invitálta az írott és elektronikus sajtó munkatársait az Újságírók Országos Szövetségének budapesti székházába. Mindegyik egyedül álló esemény sorozat lesz ott, ahogy az előbb említettem. Egy hal, agárdi, hal, vad, bor és pálinka fesztivál. Ez pedig úgy jött létre, ez a 4 napig tartó eseménysorozat, hogy a Gárdonyváros önkormányzata és a helyi vállalkozók összefogtak. A sajtótájékoztatón Gárdonyváros polgármestere Tóth István elmondta, hogy a rendezvénnyel a város népszerűsítése mellett szeretnék a tópartra csábítani a turistákat is. Nagy tisztelettel kérem Önöket, hogy segítsenek, jelentős eszközeikkel támogassák rendezvényünket, írjanak, beszéljenek róla. Ez a rendezvény nem állami vagy pártpénzekből finanszírozott fesztivál, hanem egy évek óta téli álmot algó település ébredése, önmagára találása lesz. A fesztivál 4 napja alatt az ide látogatók megtekinthetik a Velencei tó természeti szépségeit, nevezetességeit. Külön autóbusz indul a pákozdi ingókövekhez, a dinnyési fertőhöz, az ivadéknevelő tógazdaságba. A vendégek megkóstolhatják a helyi étel-ital különlegességeket. Nyitott kapukkal várja a vendégeket az agárdi pálinka főzde és a Simon pincészet. Akiknek nincs kedvük buszra szállni, azokat a rendezvény központi helyszínén, a Nádas étterem mellett felállított színpad szereplői szórakoztatják majd. A programban szerepel majd az Irigy Hónajmirigy együttes, a Budapesti Utcaszínház és a Borvirág együttes, valamint tucatnyi tánccsoport és zenekar is. Lesz kirakodó vásár, kertészeti kiállítás, halászlé és vad főzőverseny, asztali tenisszó, tűzzsonglőr és hastánc bemutató labdarúgó bajnokság. A gyerekeket Vidán Park várja légvárral, körhintával, pónilóval. Az eseménydúsnapok utcabállal zárulnak, ahol a Roxton, a GHB és a Vox együttes zenél majd. Hétfőn kezdték, szerdán ért véget a velencei képviselőtestület legutóbbi ülése. A hétfői hagyományos testületi ülés résztvevői meghallgatták a gyermekjóléti és gyámügyi tevékenységgel kapcsolatos 2007. évi tájékoztatót és a Velencei Tavi Hulladékgazdálkodási Kft. Ugyancsak tavalyi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. Ezt a címet viselte az a napirendi pont, aminek során értékelték a képviselők a város közútjainak, tereinek, strandjainak állapotát, a turizmus szezonjának kezdetéig még hátralévő feladatokat. Megtárgyalták Velence város választott vezetői az intézményi élelmezési díjak szükséges változtatását is. Ennek értelmében a dránguló élelmiszerárak és az infláció miatt 8%-os áremelésre kerül sor az iskolai és óvodai étkeztetések térítési díjánál. A szociális térítési díj változatlan marad. Iskolai eszközbeszerzési pályázaton vesz részt az önkormányzat. A TIOP pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázatán, amihez önrészbefizetése nem szükséges, számítógépes programcsomagok beszerzésére lehet pályázni. Megtárgyalták a velencei képviselők a házi orvosi praxisokat érintő változásokat. Korábban az orvosok az általuk befizetett iparőzési adót visszakapták az önkormányzattól. A jogszabályi változások miatt a jövőben az iparőzési adóból származó összeget a praxisok számára rendelkezésre bocsátott létesítmények, épületek és berendezések fejlesztésére biztosítja az önkormányzat. Mindez úgy történik majd, hogy az érintett orvosok az év végén jelezhetik az önkormányzatnál, hogy milyen a praxisuk által használt épület felújítására, karbantartása, esetleg berendezésére.
berendezés vásárlására kívánják fordítani a pénzt. Kérésük alapján az önkormányzat rendeli majd meg a munkálatokat, szerzi be az eszközöket, a rendelők szükséges tárgyait. Ezzel a döntéssel az egészségügyi ellátás minőségét kívánja javítani a város önkormányzata. Adásunkat közvetlenül megelőzően ismerkedhettek meg a velencei képviselők és az érdeklődők a Velencei Tó kapuja projekt pályázatával. A Velencei Tó arculatát megváltoztató 2,3 milliárd forintos beruházásról, a pályázat részleteiről a jövő heti napvilágunkban számolunk majd be. Kistérségi hírek. Új vezetője van a Gárdonyi Kistérségi Irodának. A Velencei Tó környéki több célú kistérségi társulás munkaszervezetére számtalan feladat vár az év folyamán. A Gárdonyi Kistérségi Irodának első vezetője Hajnalné dr. Szecsődi Zsuzsanna távozását követően hosszabb ideje nem volt kinevezett irodavezetője. A két alkalommal is kiírt pályázat nyertese Kelemen Szabolcs lett, aki korábban már dolgozott igazgatási ügyintézőként, megbízott jegyzőként, majd pályázati tanácsadóként és munkaszervezet vezetőként tevékenykedett. Nagy elvárások és nagy tervekkel indulok neki az első munkanapomon a munkámnak. A Velencei Tó környéke, Velencei Tó kistérség, Gárdonyi kistérség az egyik kiemelt kistérség mind a megyében, mind országos szinten. A fejlesztései meghatározzák a régió és a megye életét. Elsősorban a fejlesztésekkel szeretnék mindenféleképpen nagy hangsúlyt fektetni az eljövendőekben. Másrészt pedig a munkaszervezet és az intézményei mindennapi ügyvitelét szeretném biztosítani, mind törvényesen, mind szakmailag megfelelő módon. Kelemen Szabolcs megbízatása a 4 hónapos próbaidő után határozatlan időre szól. Az új irodavezető a munkavállalásához a kistérség egyik településére is költözött. Egyelőre nem sok információval rendelkezem, természetesen az interneten és személyes találkozókon elmondottak alapján szűrtem le információkat, de az eljövendőekben szeretnék a következőkben több információt szerezni a személyes találkozók keretében. Az első feladatom egy társulás, a következő társulási ülés előkészítése, amely április 25-én fog megtörténni. Ennek az előkészítése és előterjesztések elkészítése a fő feladatom. Luttalp, hátfájás, hanyagtartás. Mindezek megszüntetésére már kisgyerekkorban figyelmet kell fordítani. Játékos tornagyakorlatokkal ismerkedhettek meg a pedagógusok az Agárdi óvodában. Óvodások mutatták meg kedden délelőtt az Agárdi tagóvodában, hogy milyen tornagyakorlatokkal lehet megszüntetni a kialakult luttalpat, a hanyagtartást vagy a hátfájdalmat. A 3/4 órás bemutató mozgásformáit a gyógytestnevelő végzettséggel rendelkező Olá Istvánné találta ki és tanította be a gyerekeknek. A tornázó csoportokba a gyermekorvosi javaslatra kerültek be a kicsik. A foglalkozások szükségességét mutatja, hogy csak az Agárdi tagóvodában 30 gyereknek tartanak heti 2 alkalommal ilyen mozgásjavító tornaórát. Tovább tedd le a társad elé, tedd le, hogy ő is könnyen meg tudja fogni és tovább tudja adni. Ujjaddal is lehet, azaz, add tovább, figyeld, mert már megindítom a következőt. Nagyon jó. A bemutatóra a kistérség óvodáinak érdeklődő szakemberei jöttek el, akik rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken és ehhez hasonló szakmai konzultáción, mondta el a Gárdonyi óvodák vezetője Gartvainé Mérő Filona. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyerekeket rászoktassák az egészséges életre, amelynek egyik elengedhetetlen feltétele a rendszeres mozgás. A napvilág végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!